Teljesen természetes, ha egy bajnokság indulói leginkább a listavezető ellen próbálnak sikert elérni. Így volt ezzel a Szent Pál Akadémia csapata is. Már az első pillanattól kezdve nagy elánnal támadtak. Balázs Ádám ívelbe jobbról. Kijön a védőkről. Bakonyi rálövi. Ismét kivágódik. Végül Bakonyi szerel. Baloldali Szent Pál bedobás. Rózsa fején megcsúszik. Védőink üggyel, bajjal szerelnek. Bakonyi hozza ki. Ellenfélhez játszik. Hosszú előreívelés. Vilics fogja. Vilics kirúgását Lasóber továbbítja. Sipos fejjel Zuborhoz. Lövés, kijön a kapusra. Tövis háti, Lasóber megtoldja. Zubor, egy csel, futtatná Sipost. Kicsúszik. Egy mozdulat, három védőnk átjátszva. Beadás, lövés, mellé. Bakonyi, Zubor, Pap, Lasóber, ellenfélhez kerül. Fogáskeresés. Végül Balázs Ádám szerzi meg. Zuborhoz kéz lett volna. Vilics, Sipos, Lasóber, ellenfélhez pattan. Kiugrási kísérlet, Rózsa, Bakonyi, Zubor, Lasóber, ismét Zubor, kimegy. Szent Pál passzok. Tövis háti, Zubor, Pap, kiugratás, rosszul pattan. Pap visszaszerzi. Les lett volna. Sipos szöglet jobbról. Kifejelik a védők. Bakonyi. Pap sarokkal vissza. Fault. Úgy tűnik, Pap Gergő meghúzódott. Helyette Nicman a pályán. Király, Sipos, Lasóber, Zubor, visszajátszik, Tövis háti lő, kivágódik. Vége az első fél időnek. Rózsa az újonnan beállt Zámborihoz. Egy leültetős csel, beadás, egy hajszával mentenek Zubor elő. Indul az ellenroham. Nyomozzuk a labdát. Rózsa tisztáz. Bánfi labdája ellenfélhez. Lasóber, ismét ellenfélhez. Kiugratás. Mi esés? Rózsa csak most ér oda. Igen, sárga. Király. Sipos. Zámbori. Beívelés, Zubor, a hálóban a labda, vezető.
egyszer kézbe kerül a mesterhegedű? Szent Pál próbálkozás a bal oldalon. Rózsa. Zámbori. Tövis háté. Sipos. Belöbböli Zubornak. Kijön a kapusról. Fokozza a nyomást a Szent Pál. A kiugratás Lasóberé. Ellenfélhez. Baloldali próbálkozás. Végül Bánfi ment. Szent Pál lábakon a labda. Egy távoli beívelés, Bakonyi nem tud tisztázni. Bent a hálóban az egyenlítés. 1-1. Vilics János ápolást kér. A gól után ápolni kellett. Igen, mert a csatársrác, hát persze megy a labdáért, küzd a labdáért. Jobb kezem rajta volt a labdán, és ahogy kirúgta alól a labdát, akartam nyúlni a másik kezemet, de azzal meg már rálépett, és úgy tudott a labda után lépni. Ennyi volt. Szent Pál szöglet jobbról, Tövis háti, Sipos. Zubor. Indulhat a kontra. Bakonyi. Bead. Zámbori egy igazítás. Hajszállal mellé. Óriási helyzet volt. Szent Pál adogatás. Előreadás. Ki lesz a gyorsabb? Vilics kivágja. Zámbori labdát szerez. Hosszan vezeti. Bead, lehúzza a kapus. Bakonyié a labda. Hátulról felvágja. Előbb egy sárga, majd egy piros. Sipos fut a labdának. Kiüti a kapus. Vége a mérkőzésnek. Én szerettem volna, hogy mi hozzuk el a három pontot, de így a végére azt mondom, hogy az egy pontnak is örülök. Jobb lett volna, hogyha mi rúgjuk az első gólt, szerintem benne is volt, de talán a végén azt mondom, hogy igazságos volt a döntetlen. Aztán majd lehet, hogy az edzők mást fog mondani. Hihetetlen iramot diktáltatok. Hát igen, igen. Ez is volt a taktikánk, hogy a hazai pályán és a hazai pálya előnyét kihasználjuk, és rátámadjunk az ellenfélre, ne engedjük őket kibontakozni. Szerintem ez sikerült. Ennek ellenére sajnos ők rúgták az első gólt. Egy pontot mentettünk. Tudtuk, hogy a Szent Pál egy jó csapat, úgyhogy szerintem ők is biztos vagyok benne, hogy versenyben lesznek majd a bajnokságban a dobogóért, de szerintem aki kilátogatott most ide, egy nagyon jó iramú mérkőzés látott. Itt is voltak helyzetek, ott is voltak helyzetek, úgyhogy szerintem megérdemelt ez a döntetlen. Én azt mondom, hogy bár mezői fölényben játszottunk, labdabirtoklásunk is talán jobb volt, mint az ellenfélé, de azért azt mondom, hogy igazságos a döntetlen, mert az ellenfélnek is megvoltak a helyzetei, nekünk is megvoltak. Különben egy jó iramú és izgalmas mérkőzést játszottunk.
Mennyit edzenek egy héten, mert nagyon komoly iramot diktáltak? Háromszor edzünk. Ez a taktika része volt, hogy letámadunk és megyünk iramot. Labdabirtoklásra jó volt, labdaszerzésre is jó volt, de most nem alakítottunk ki annyi helyzetet, mint amit megszoktunk. Egy pozitívumot mindenféleképpen lehet mondani a mérkőzésről, hogy aki kijött, az jól szórakozott, mert izgalmas, jó mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy nem játszottunk rosszul. Voltak hiányosságok természetesen, amit a fél időben is megbeszéltem a srácokkal, azért kicsit látszott, hogy a másik fél időre már máshogy jöttünk ki. Azt gondolom, hogy teljesen korrekten egy döntetlen az teljesen igazságos. Az első fél idő inkább az övék voltak nekünk is helyzeteink, nekik is helyzeteik, de nekik voltak talán erőteljesebb vagy pontosabb játékuk és ezáltal pontosabb helyzeték is. A másik fél időben meg mi győzhetünk volna igazániból, olyan helyzeteket dolgoztunk ki már, ami egy-két mozzanat kellett volna ahhoz, hogy 100%-os zicserek legyenek. Ez így van rendben. Most ez szerintem azt gondolom, mind a két csapat a mutatott játék alapján elégedett lehet, aztán, hogy a táblázat szerint mivel elégedett, ez egy más kérdés.